Parasz gyerek lévén, én azt tudnám javasolni neked, kedves Dani, hogy a Nyisd ki babám az ajtót című nótával próbálkozzál meg, hát ha beengednek minket. Tudod, jó előre mondtam neked, hogy tanuld meg a szöveget. Úgyhogy akkor most a következő pillanatokban, drága vendégeim, Dani előadásában hallhatjátok ezt a nagy sikerű magyar nótát. Kedves vendégeire, kedves gyermekére, lányára, aprajára, nagyjára. Hát kérem szépen, alig hogy pitymálott a reggel, készülődtünk Dani barátomnál szép díszes vendégsereggel. És miért is jöttünk ide az önök díszes hajlékába? Hát, hogy neki feleséget találjunk, ezt elvigyük magunkkal az Istennek házába. Ezért már csak kérem, hogy ezt a derék gyereket ne szenvedtessék. Az ő dúli virágszálát, egyetlen mátkáját elébe vezessük. Meg hát már csak ezt a derék vőfény se szenvedtessék, mert sok még a dolgom, az hamarabb végezni. Most már tényleg másodszor, harmadszor kérem, hogy ezt a derék gyereket ne szenvedtessék. Az ő dúli virágszálát, egyetlen mátkáját, drága Grétáját elébe vezessék. Te meg ne nézd már úgy, mint egy balga. Istenem, hát nősülni készülsz, nem? Így van. Te marva. A kedves háziak, van-e mennyasszony? Van a háznál. Hoztak is egy szépet, tessék, fiatal, szép parancsony. Őt adták. Hát, jó gondold meg, hogy mit mondasz? Nagyon szép vagy. Nagyon szép. Nagyon csinos. Nagyon csinos. Nagyon fiatal. Nagyon fiatal. Közeli rokon lehet. De gyalumbú. De. Várja, de, azt nagyon meg kell gondolni, hogy de. De milyen kifogással éljük. Nem ő az, akire gondoltál? Nem. Hát, pedig, na. Na hát, érem szépen, mi volt a kritérium? Kicsit idősebbet szeretnél talán? Kicsit idősebbet. Drága háziak, van-e a háznál egy kicsivel idősebb? Van. Van, az is szép. Mindjárt megnézzük, jó? Hát akkor talán egy kicsivel idősebbet nézzük. Tekintsük meg. Na hát, lássék, idősebb is egy kicsivel. Szép is, őszintén sikít. Na, mit szólsz hozzá? Hát, nagyon csinos. Dumával nem sokra mész itt, azt tudod. Szép szőke, de... Szép szőke, de... Megint a de, ilyen válogatós emberrel még én nem jöttem háztűznézőbe, még mindig nem. Minek a szőke innékem? Barnát. Aha. Úgyhogy... Hát nézd meg! Hát bármivel próbálkozunk, nem akar összejönni. Na! Várjatok, még nem biztos! Várjatok! Na, hát valami lehet! Átaszatod a csokrot, mert nagyon szorított, Dani. Ha már ide hoztam. Kicsit el van kalandozva, de majd belehúzzuk őt a menetbe. Boldogságom,
édes anyám. Éljenek ilyen ebben. Polgármester hivatalanya könyvvezetőjeként szeretettel és tisztelettel köszöntöm a jegyes párt, köszöntöm tanúikat, a kedves szülőket és vendégeket nagyközségünk házasságkötő termében Kárpáti Gréta és Péter Dániel házasságkötése alkalmából. A boldogságra, a harmonikus, teljes életre vágyó emberek ősidők óta visszatérő szép álma és semmi mással nem pótolható vágya, a családalapítás, az otthonteremtés. Régi szép hagyomány, hogy két egymást szerető ember ünnep keretében, közösség előtt esküvel koronázza meg az örök emberi érzést, a szerelmet, esküvel fogadják meg egymásnak, hogy jóban, rosszban társak lesznek, és szeretni fogják egymást. Szükségetek lett egymásra, mert társatok nélkül nem olyan szép a világ. Lehet csodálatos a tenger, lehetnek szépek a hegyek, gyönyörködhetsz egy képben, egy zenében, de mit sem ér mindez, ha nincs melletted ő, akivel megoszthatod mindezeket az élményeket? Kijelented-e, Kárpáti Gréta, hogy az itt jelenlévő Péter Dániellel házasságot kötsz? Igen. Köszönöm. Kijelented-e, Péter Dániel, hogy az itt jelenlévő Kárpáti Grétával házasságot kötsz? Igen. Köszönöm. Az egybehangzó igen kijelentések alapján megállapítom, hogy Péter Kárpáti Gréta és Péter Dániel a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében házastársak. A karikagyűrű, a házastársak egymás felé tett esküjét hivatott a világ tudtára adni, egyben a tartóság, a szerelem és az összetartozás szimbóluma. Kerekformája az örökké valóságot jelenti, és azt fejezi ki, hogy a szerelem és az egymás iránti vonzalom, mint egy körolvad egymásba, egyszer s mindenkorra, örökkön örökké. Ez a két gyűrű jelképezni fogja egymás felé tett eskütöket, egyúttal pecsétként fogja őrizni is azt. A jegygyűrűket, mint menyasszony és vőlegény adtátok át nekem, és most feleségnek és férjnek fogom visszaadni. Megkérlek titeket, hogy húzzátok fel egymás jobb kezének gyűrű súlyára a karikagyűrűket. Ezekben az ünnepi percekben azt kérem tőletek, hogy a jövő építése során mindig őrizzétek meg a múltat is, és mindazokat, akik ez a múlthoz tartoznak. Legboldogabb pillanataitokban se feledkezzetek meg szüleitekről, akik felneveltek titeket és gondoskodtak rólatok. Nehéz ilyenkor szavakat találni, ezért a hála, a szeretet, a megbecsülés jelét fejezzék ki ezek az apró ajándékok, melyeket Gréta és Dániel hoztak ide azzal a szándékkal, hogy átnyújthassák önöknek.
Ez a két üveg titeket jelképez, a homokszemek pedig az érzéseiteket, tudásotokat, gondolataitokat, emlékeiteket, egy szóval mindazt, ami titeket jellemez, ami csak a tiétek. Megkérlek titeket, hogy töltsétek a középső üvegcsébe a homokszemeket, a középső üvegcse a házasságotokat jelképezi, és mindaz, amit önmagatokban hordoztok, most egyé válik majd azzal, amit választott társatok hordoz önmagában. E homokszemek összekeveredése jelképezze közös, boldog utatokat, hiszen a két életút külön indult, mindkettőtök önálló személyiségként, de a két különálló személy az idő múlásával egymást formálja, egymást alakítja, míg végül létük elválaszthatatlan lesz egymástól. Kedves ifjú házaspár! Megtisztelő számomra, hogy ezen az ünnepélyes napom, házasságkötésetek napján, mint feleséget és férjet elsőként köszönthetlek titeket. Mindketten megtaláltátok egymásban azt az embert, azt a társat, akire érdemes volt várni, akinek az életét gyönyörűvé kívánjátok varázsolni. Kívánom, hogy házasságotok örömteli legyen, nyújtsatok menedéket egymásnak, ha az életben nehézségekkel kerültök szembe. Házasságkötésetekkel azonban ne adjátok föl egyéniségeteket, tartsátok tiszteletben azt, hogy különbözőek vagytok, és ne próbáljátok megváltoztatni a másikat, hiszen éppen az ő egyénisége az, ami kiváltotta érzéseidet, vonzalmadat. Tanuljátok meg a másik jó és rossz tulajdonságait elfogadni, próbáljátok megérteni a másikat akkor is, ha nem értetek egyet vele. Tudnotok kell a másikról, hogy minek körül, mitől fél, vagy éppen miről álmodik. Tudnotok kell az arcára mosolyt csalni, az élet legnehezebb pillanataiban is. Őszintén kívánom nektek, hogy két felnőtt és önálló ember egymásra találása, szövetsége, szerelme legyen a házasságotok, és a törvény ereje helyett továbbra is a szeretet tartsa össze a most létrejött köteléket. Mielőtt átnyújtom nektek a házassági anyakönyvi kivonatot, nagyon sok boldogságot kívánok nektek és gratulálok, és kívánom, hogy minden évben ezen a napon emlékezzetek meg házasságkötésetek napjáról, és ebben a rohanó világban mindig legyen majd egy pillanat, amikor kedves szóval, virággal és öleléssel köszöntitek majd egymást. Sok boldogságot kívánok és gratulálok nektek! Gratulálok!
tanítani. Az egyház részt vesz az örömötökben. Itt vannak családotok, tagjai, barátaitok, kedves vendégeitek. És valóban nagy öröm van a szívetekben és a mi szívünkben és mindannyiunk szívében, akik itt vagyunk. És hálát adunk értetek a Jóistennek. Hallgassa meg benneteket az Úr a ti örömötöknek és elköteleződéseknek a napján. Küldjön nektek segítséget a mennyországból, és óvjon meg titeket, adjon erőt a mindennapi küzdelmekhez is, és amire szívetek vágyakozik, azt adja meg nektek, és teljesítse minden őszinte jó szándékú kéréseteket. Testvéreim, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodásotokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi kedves előtte és mi tökéletes. Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól és ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tisztelet adásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok. Legyetek tüzes lelkületűek, hiszen az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban álhatatosak. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, és gyakoroljátok a vendégszeretetet. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szép hagyományt követtetek itt Magyaródon, mint sok más településen, hogy otthonról indultatok el, és ennek van egy nagyon szép szimbóluma, hogy ahol felnőttetek, onnan elindultok, és valóban ide érkeztek a templomba, hogy aztán immáron, bár most is együtt jöttetek persze, de mégis közösen folytatjátok az utat az életetekben, és hát elindulunk most a szertartás következő részében. Ez volt a bevezető, és akkor most már hivatalosan, tehát kedves Gréti, kedves Dani, kedves testvéreim, ünneplőbe öltözött a templomunk, láttam már tegnap is, meg ma is serényen díszítették a templomot. Ünneplőbe öltözött a vőlegény, gyönyörűen fel a mennyasszony, a násznép is, mindannyian ünneplőben vagyunk, és ünneplőbe öltözött a szívünk. Az első nagyon nagy, nagyon fontos örömhír számotokra, hogy Jézus jelen akar lenni a házasságotokban, jelen akar lenni az életetekben. És azt is tudnunk kell, és azt szeretném világossá tenni számotokra és mindannyiunk számára, hogy Jézusnak a jelenléte ugyanakkor mindig diszkrét ismer benneteket, tudja, látja, hogy mire van igazából szükségetek, tudja, hogy mire van képességetek, mire vagytok képesek, tudja, hogy hogyan tudjátok egymást boldoggá tenni, és szüntelenül az ő lelkének erejében súg nektek, és meg kell hallanatok az ő üzenetét, hogy hogyan tudjátok egymást boldoggá tenni. Olyan szép volt a Szentleckében, hogy szeressetek tettetés nélkül. Én megismertek benneteket, én ezt tapasztaltam veletek kapcsolatosan, hogy ez rátok ez annyira jellemző. Hogyan őszinték vagytok, tehát nem játsszátok meg magatokat, hanem őszintén mondjátok, amit gondoltok. Először úgy csendben voltatok, figyeltetek a jegyes húzuson is, és utána egyre jobban megnyíltatok ti is, mint a többiek is, és egy közös interakcióban tudtunk készülni. Tehát én azt kívánom nektek, hogy valóban ne csak ezen a napon legyetek boldogok, hanem az életetek minden napján, azt nem kérem, hogy mindig ugyanilyen boldogok lesztek, de rajtatok áll, hogy egymást hogyan tudjátok boldoggá tenni, akkor is, amikor éppen kis felhők vannak az égen, akkor is tudjatok kreatívak lenni, ügyesek, és tudjátok egymást boldoggá tenni. Ezt kívánom, azt gondolom nem csak a magam, hanem mindannyiunk nevében, akik itt összegyűltünk, hogy együtt ünnepeljünk veletek. Amen. Kedves jegyespár, eljöttetek ide a templomba, hogy az Úr megpecsételje és megszentelje szívetek szeretetét egyházának szolgája és a hívek közösségének a színe előtt. Krisztus Úrunk bőséges áldását adja erre a szeretetre. Titeket, akiket már megszentelt a keresztségben, most egy külön szentség kegyelmével gazdagít és erősít meg, hogy kölcsönös örök hűségben vállalni tudjátok a házastársak szent kötelességeit. Felejjetek ezért az egyház kérdéseire.
Először a vőlegényt kérdezem, Dániel, megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél ide, hogy házasságot köss? Igen. Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól? Ígérem. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza a házasságtokat? Elfogadom. Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Ígérem. Egyszer most a mennyasszonyt kérdezem. Gréta, megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss? Igen. Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól? Ígérem. Elfogadod a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza a házasságotokat? Elfogadom. Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Ígérem. Dániel, nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarod a jelenlévő Grétát feleségül venni? Akarom. Mondtát utánom is neki. Gréta. Gréta. Isten szent színe előtt. Isten szent színe előtt. Feleségül veszlek. Feleségül veszlek. Most a mennyasszonyt kérdezem. Gréta, nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarsz a jelenlévő Dánielhez feleségül menni? Akarok. Mondtát utánom. Dániel. Dániel. Isten szent színe előtt. Isten szent színe előtt. Feleségül megyek hozzád. Feleségül megyek hozzád. Most megkötött házasságotokat az egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Házassági beleegyezésteket, amelyet az egyház színe előtt kinyilvánítottatok, erősítse meg jóságosan az Úr, és adja rátok bőséges áldását. Ti pedig testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanúi a szent életszövetség megkötésének, amely Krisztusunk szavai szerint felbonthatatlan, amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Isten engem úgy segíljen. Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária. Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária. És Istennek minden szentjei. És Istennek minden szentjei. Hogy téged, Gréta, szeretlek. Hogy téged, Gréta, szeretlek. Szeretetből veszlek feleségül. Szeretetből veszlek feleségül. Isten rendelése szerint. Isten rendelése szerint. Az egyház törvénye szerint. Az egyház törvénye szerint. És téged el nem hagylak. És téged el nem hagylak. Holtomiglan, holtodiglan. Holtomiglan, holtodiglan. Semmiféle bajban. Semmiféle bajban. Isten engem úgy segéljen. Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária. Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária. És Istennek minden szentjei. És Istennek minden szentjei. Hogy téged, Dániel, szeretlek. Hogy téged, Dániel, szeretlek. Szeretetből megyek hozzád feleségül. Szeretetből megyek hozzád feleségül. Isten rendelése szerint. Isten rendelése szerint. Az egyház törvénye szerint. Az egyház törvénye szerint. És téged el nem hagylak. És téged el nem hagylak. Holtomiglan, holtodiglan. Holtomiglan, holtodiglan. Semmiféle bajban. Semmiféle bajban. Isten engem úgy segíljen. Isten engem úgy segíljen. Gréta. Viseld ezt a gyűrűt. Viseld ezt a gyűrűt. Szeretetem és hűségem jeléül. Szeretetem és hűségem jeléül. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dániel. Viseld ezt a gyűrűt. Viseld ezt a gyűrűt. Szeretetem és hűségem jeléül. Szeretetem és hűségem jeléül. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Most pedig azért könyörgünk, Urunk, hozzád, hogy ezek a szolgáid mindig a hitnek és parancsaidnak útján járjanak, és a házastársi hűséget őrizve az erkölcsi tisztaság példaképei legyenek. Az életük legyen hosszú és boldog, s a szentek társaságába jussanak a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által. Legyetek Isten szeretetének tanúi a világban, hogy a szenvedők és a szegények, akikhez jók voltatok, egykor hálásan fogadjanak majd Isten örök hajlékában. És titeket mindnyájan jótokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Menjetek békével! Istennek legyen hála. Ilyen jó mi, Jézus, Jézus.
Vendégsereg, immárom! Hála Istennek visszaérkeztünk a lakodalmas házhoz, és hát én, mint hagyományőrző vőfé, ha a ruhámra néztek, gondolhattátok volna ezt is, vagy azt, hogy valami parasz gyerek a szomszéd faluból, igaz? Mind a kettő igaz egyébként, legfőképp a második. Na de, hagyományőrzésre is adtam a fejem, ezért vagyok most itt. És hát, drága vendégeim, hagyományőrzéssel folytatjuk. Kedves fiatalok, van itt a kezemben egy tányér. Nem azért, mert ilyen éhes vagyok, bár van benne igazság, hanem azért, mert ez a tányér pillanatokon belül össze fog törni. Annó, amikor megérkezett a fiatal pár a templomból, az idősebb korosztály mindig próbára tette őket, egyrészt egy kicsit ilyen babona jelleggel, másrészt meg azért, hogy megnézzék, hogy hogyan fognak ők együttműködni ebben a házasságban. Ezt a kis babonát, ezt a kis hagyományt szeretném én is tovább örökíteni, hogy átadom nektek most ezt a tányért. Azt szeretném, hogyha ez az első és utolsó olyan tányér lenne abban a házasságban, ami tányértörés révén törik össze. Igen!
bácsám, ugye már csak ilyen rendetlenséget nem hagyunk nektek itt. Úgyhogy hozzam én itt egy dolgot. Tessék, fogjátok aztán majd én meg... A végére. Itt láthatjátok, az újdonsült feleség Rögves megtalálta szívének kedvesebb szerszámot. Reméljük nem utazási célzottról. Azt is láthatjátok, hogy Dani, mint újdonsült férj, még nem kezdett hozzá semmihez, hiszen a felesége még nem mondta meg neki, mit kell csinálni. Ugye egy rendes házasságban azért ez illik. Kedves vendégeim, ez a kis játék a vagyonszerzést jelképezi. Amennyire össze tudják szedni a fiatalok ezeket a szilánkokat, annyira várható, hogy majd a családi életben is a pénzt egymásra tudják pakolni. Nézzétek, egyelőre még nagyon zsenge a történés. Egyelőre nagyobb címleteket, azt is csak óvatosan. Azt még azért elárulom nektek nagy titokba, ha értitek, értitek, ha nem, nem. A kotlós alól sose szedik ki még a tojást. Reggelente illatoddal, este két karoddal, minden nap egy fokkal jobban. Szótlanul van, hogy csak nézlek, azt hiszem, így áll az ész meg, ugyanakkor dobban. Neked jár, nem csak fél. Vendégeim, nagy tisztelettel és nagy szeretettel kérlek benneteket, hogy csituljatok most el. Ezt a szép ifjúpárt, hadd köszöntsem most fel. Íme hát, láthatjátok, Réti megtalálta a jó férnek valót. Méregkeverést. Több műszakba. Fotózás, mi egymás? Még zenélni is játékban. Sok munkát vállalok. Neked láthatjátok, Dani is megtalálta párját, szép szerelmes szívű, csoda szép rózsáját. A kezem túl szaggatott meg egy sok nokedlit. Főzheti a szilvás gombócot, meg ráthatja a husit. Ugye? Na de tereljük vissza komolyra a szót. Kívánom, hogy legyen az életük hosszú és boldogságos, kerek és csillogó, mint a zsíros lángos. Ürítsétek a poharatokat, hamarosan rájuk majd felétig. Éljenek boldogan, még vagy ezer évig. Éljen az ifjú pár! Megmondom nektek őszintén, én nem készültem ilyen szép szavakkal, amit elfelejtsélt. De nagyon zavarba vagyok egyébként, mert nem szokásom ilyeneket csinálni. Bevállaltad. Be. Edd meg, amit főztél. Így van. De én azt kívánom nektek, hogy százszor legyen jobb az házasságotok, mint bárkié, és vigyázzatok egymásra a jövőbeli gyereketekre, és adjátok azt a tudást a gyereketeknek, amit ti kaptatok a szülőktől. Én nagyon szeretném köszönni nektek azt, hogy itt lehetek, én és a kedves feleségem, és azt a sok örömet, boldogságot, amit veletek megélhettem gyerekkorom óta, mert hogy több mint 20 éve barátok vagyunk, és ezt elmondhatom. Rétát is, amit is régóta ismerem, sok rossz is volt, de leginkább jó. És ezeket az emlékeket nem fogjuk tudni soha elfelejteni. És tudom azt, hogy nem minden nap van alkalom arra, hogy összeüljünk, vagy bármi is történjen, de ha egy nap egyszer összeülünk, akkor tudom azt, hogy azok az emlékek, amiket megéltünk, azok örökké ott lesznek. És ezeket nagyon szépen fogjuk tudni a gyerekeinknek elmondani, elmesélni, és tudom azt, hogy ők is ugyanilyen jóban lesznek, mint mi. Sziasztok! Daniel és Réta. Első unokatestvérek. Igaz, messze fogjuk a szél. Mármint mi vagyunk unokatestvérek. Daniel. Minden jót és boldogságot kívánok nektek, és a piciek is.
Robián család és a Alvány család is kívánok egy szép boldogságot. Köszönjük szépen ezt a megkívást. Azért vagyok én, mert most már férj apukája olyan barátom volt, és a gyerekek is ezt látták tőlünk, és most már a második gyermeknek az esküvője vagyok. Ritkán jövök ebbe a házba, de olyan, mintha hazajönnék. Ilyen a család csoport. Szóval igazából nem is szaporítanánk a szót, szaporítanám. Azt szeretném mondani, jól visszhangzik, tök fura. Szóval azt szeretném mondani, hogy mindenki érezze jól magát, és köszönjük, hogy eljöttetek. Imád, drága vendégeim, nem üresen jöttem! A finom húsleves tálakba töltöttem! Sütjétek el, még idefele hoztam, hogy magamra ne öntsem, azon imádkoztam. Van ebben minden jó, mit a kölcsök adhat. Kérlek, kedves grépkét, szedd majd ki párodnak a répákat, hogyha kell este a cerka, majd ettől álljon. Ereje ettől legyen, jó étvágyat kívánok! Neked jár, nem csak félkészen széltében, jár teljes hosszában, kottában, jár a dal, ami érted szól, jár. Tetszel, illesz is hozzám, neked már nincsen sorszám, díszpáholyban van a helyed, sőt, mi több az egész termet, és mellé minden percet megkapod, és ülök veled. Minden egyes szavad belé vissza magát, tőled énekli az ember így a dalát. Hallgasson meg engem minden becsületes, mert ez a zsenge malacús, még csak 147-es. Meggyilkolták! Az rettenetes! De higgyétek el, hogy a húsa jó és ízletes! Tessék el, vágjátok apróra, én meg húzzak a helyemre, mert a darab nekem is jó van. Finom keleti fűszerekkel, a hús legjavából készítve vagyok. Tessék, lássék, én most ezt elétek rakom. Fogadjátok tőlünk sok szeretettel, igaz magyarsággal, becsülettel, jó étvágyat! Köszönjük szépen! Csak elveszed, hát én is elveszem az eszed. Szép ajándék, nem is kívánnék én már mást. Tegnap este felnevettem, így még embert nem szerettem. Nem szerettem, nem én. Mondd csak annó, honnan vélted, én leszek a részed. Érkezzen a nyitó tánc!
más csizmát visel a babán, szeretet is az egyet igazán. Rámás csizmát visel a babán, szeret is az egyet igazán. Rámás csizma, ha szakadjon el, csak a babános is elhagyul el. Rámás csizmát visel a babán, szeret is az egyet igazán. Rámás csizma, ha szakadjon el, az én babános is elhagyul el. Rámás csizmát visel a babán, szeret is az egyet igazán.
vigyázzál, légy szíves, jó? Köszönöm. Légy szíves, vigyétek a gyerecskéket, odébb egy kicsit, mert baj lesz, jó? Nem járultunk hozzá, jó? Mondtam már az előbb is, kamerát darabok be van a végén, ne aggódjátok. Gabriella, kis testvére, miért jöttek? Ott az a, ott van. Nincsen itt a Gabriella, ahol van? Gyere, állítok el. Hát az öröm anyát, aki mászhat. Hol van? Nekem már könyörögni. Hol a mama? Ne gátszad, ő a családból van, Romény. Hello. Kezdett el óvatosan. Légy szíves. Ne kelljen senkire még egyszer szólni, tudjátok. Nem mondtátok, hogy lakodalom lesz. Hirtelen jött. Hát a titkosszolgálatok ennek tudjam. Hirtelen jött. Lacika, figyelj szélnére. Hirtelen jött. De. Hát képzeljed el, hát nekem a emberem szól itt bent, a bennfentes emberem, hogy nálatok lakodalom lesz. Én meg jöttem itt lóhalálába, kerestem a postát, sehol egy meghívó, mondom, már csak küldtetek volna meghívó. De gyanítom, hogy itt valami büdös, valami nekem nagyon büdös. Mert az, hogy ti nem hívtatok, hát, na, szerintem itt a gyerekkel lehet valami probléma. Rendes gyerek ez, aki itt végedet elvett. Rendes? Mivel foglalkozik? Na mondjad már azért mégis, hátra beveszik a családodat. Hát ilyen szereket kevel, végig. Hasznos munka, hasznos munka. Belefér a családba. Ne csak a pénzt. Tehát keresi a pénzt. És szokott ütni, verni. Nem, az az egy szerencséje van, mert nem lenne már a keze lába neki. Nézzük már, meg ismerkedjük már, hozzátok már, ti légy szíves. Majd én viccel, merezzem. Gyere már. Oldal a szem. Ó, lassan. Finom már. Oldal a szem. Na, hova vigyen, főnök? Szia, Gárga bácsi! Szia, Gárga bácsi! Hova vigyen? Ide hozzá! Dik, meg mert tetsz volítani! Álljál meg! Ne legyél tiszteletlen, jó? Szia, Gárga bácsi! Mondom, ne legy... Jó van! Még ne! Jön az! Ha hol van, drága! Egyem a szívem! Tessék csak! Így kell megtudnom, hogy ilyen öröm ünnep van a családban! Hát ne csináljátok! Tudod, te kivel beszélsz, nem? Szicíliából kellett hazagyönnöm! Foglaljál helyet, kérlek, jó? Na, azt akartam mondani, hogy ebből a kicsi lányból boldog lány csinálsz, azt most hallom, hogy már későn értem ide! Akkor ott van a fiókban! Megbruttósítottad? Na most is sem neki, ha nem is bújtálni. Nem szabad. Nem szabad? Na megint belepofázik, nézd meg azt! Rendezem én, rendezem én, jó? Nem, hátul van beszélni való. Azt szeretném, hogyha bebizonyítanád, hogy igenis tiszteled ezt a családot. Hogyan is lehetne ezt jobban bebizonyítani? Hát csak másképp úgy nem, hogy elmondja ennek a gyönyörű asszonynak az én drága nővéremnek, hogy miért is szereti őt a legjobban a világon. Azért, mert kék a szeme. Azért, mert... Várjál, várjál, hagyjátok itt lejesedni, valaki mérje itt? Hány percig? Megy! Ne legyen, mondjad oda! Bocsánat, azért, mert kék a szeme és arca csupa derű. Hát akkor nem is tudom. Azért, mert a kedvesem édes anyukája. Azért, mert minden reggelen szépen mosolyog rám. Azért, mert nem tudom. Nagyon füleljetek, jó? Többen nem biztos, hogy hallottok ilyen szavakot. Mondjál végre, hallgatok. Gárga bácsi, elég lesz ennyi, nem? Nem, mi a elég? Már a főnök azt mondja, elég, akkor elég, jó? Azért, mert nekem van a legszebb anyósom. A legcsinosabb, a legkedvesebb. Azért tapsolni lehet nyugodtan. Gárga bácsi, megfeled, vagy nem? Hát nem is tudom. Nem vagyok a szavak ember, Gárga bácsi. Segíts nekem akkor. Mondjad, oda beszélj! Jaj, bocsánat. Nézd meg!
ne nekem szabad hozzá! Elmondanám neked, hogy ez az asszony, ez ugyanabból a családból van, aki ilyen a vény. Ez így van. Ha én olyan vagyok, amilyen, akkor képzeld el, ő milyen. Azért, mert ilyen szép és okos és kedves lány neveltél nekem. Na! Segítek, jó fenségem! Aki jól főz, gyönyörű, szép asszony, most már. Szép, hát az asszony, hogy asszony most már. Jókat tud főzni. Hozza maga előtt! Ne neki mondjam! Kell neki a fájdalom, vagy én nem tudom! Nem, nem! Adjátok már! Gárga bácsi, ilyen félelemben nem tudok beszélni. Na, hát én nem voltam házas. Én ők bejött a kocsiból, pszichó! Bejött a kocsiból, pszichó! Egy filmben volt, most nem rég láttam. Azért kiviszem. Úgy kezdjen mondani. Úgy mondja, hogy mi el is higgyük. Na, köszönöm. Végre egy tanult ember is van a csapat. Nyugi, barfeg! Nyugi! 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 Gárga bácsi, minden csak fió, te hozzátok be! Nyeriába hordjuk magunkat! Mit kép hozzátok? Nem bírom, baszd meg! Nem csak akkor engedjük el, ha már minden vég! Én meg szedik szét az inget magán! Nem bírsz vele! Kitört be valamit! Én mondanám a helyetben! Mondd csak még ennek a drága asszonynak, egyet engedj tovább! Mi mit szeretek benne, vagy a lányába? Nem, mert utána jött! Előbb ide beszél! A szép nevét! A szép haját! Romero, hogy értétel? Átkéléssel! Egy nevén kettes alá! Kettesen átmenge? Az elég... az elégséges. Itt a szikahatár! Szikahatár! Jaj, Gargalvácsi, essen már meg a szíved rajta! Mi a mikrofon most már elveszik tőle, de az milyen ember vagyok! Jó, a kettes, főnök, a kettes, a kettes! Szeretnél szólni ennek a drága gyereknek valami? Nem, semmiképp? Tetszett, amit mondott, tetszett? Elhitted? Jó az a lényeg. Egyébként nagyon boldogok egy szép csókot egymásnak, nekem öntsetek egy tripla viszkit, akkor mostan én már elballagok, jó? Érezzétek nagyon jó magatokat, nem akarok én itt senkit föltartani. Drága nővérkém, vigyázzál magadra, hogy megalázzalak ott a rácsonykor megint, jó? Addigra mire jövősz, addigra már legyen baba. Köszönjük, hogy eljöttél. Isten áldása rátok! Sziasztok! Menjél vissza a szalok! Hello! Menj a kamerákra, légy szíves! Ne csak folyásod, légy szíves! Elég! Ne nézzél, légy szíves! Halló! Halló! Imet itt el mellettem ez a gyönyörű szép újasszony. Vagy mennyasszonyként még egy jó nagyot mulasson. És hogy holnap az eltáncolt cipő helyett újat varasson, ez a vajling majd, amit itt a kezemben lesz, üresre maradjon. Kérlek benneteket, hogy táncoljon vele mindenki egy kurtát, és sok-sok 10, meg 20 ezres sötörje meg a martet. Az első tánc a keresztapáé, a többi még ráér. Húzzátok rá, drága zenész barátaim, az ifjú házas párért!
súgták, hogy van itt egy másik lakodalom is, nem azok, akikkel találkoztunk a templomnál, hanem még egy. És szerették volna ők is megtartani a menasszony táncukat, de hát az igazat megvalva még a templomig se jutottak el, mert hát ideje korán berúgtak. Viszont kérték tőlem, hogyha már ilyen jó itt a zene, ezúton is köszönjük nektek a mai napi munkátokat, hiszen nagyszerűen játszotok. Tehát, hogyha jó itt a zene, meg jó itt a társaság, hogy megengedném-e nekik, hogy bejöjjenek, és hát akkor én, mint hivatalos személy, összeadnám-e őket. Mondtam, hogy hát megpróbálhatjuk, de csak akkor, hogyha ti is úgy gondoljátok. Ha úgy gondoljátok, akkor köszöntsük őket egy nagy tapssal, hát ha meghallják. Aha, kérem szépen, oda nincs! Az igen, kegyileg kerül! Térdeljetek le, ahogyan azt a templomba láttátok, jó? Mindenki? Mi a férfi? Térdeljél! Köszíré tétetik tehát, hogy a semleges egyház házasságot hirdet. Zergehátú Gyurka és Tarcsa Marcsa szeretnék egymáshoz kötni életüket. Én Zergehátú Gyurka! Ki vastag, mint a hurka? Esküszöm! Hogy a mellettem térdeplő! Ökörképű! Pupos hátú! Szűzlányt szeretem! Vele egerészek! Látom! Szeretnédek! A nagy szilvaszemű Jupiter engem úgy segélye! Mennek az ilyen szavak, mert kicsit nehezen, de mennek! És most, kedves menyasszony, szeretném, hogyha viszonod le! Kérlek, te is ismételd utána, jó? Én Tarcsa Marcsa! Tartsa marcsa! Én, aki a kufferját nyomja vissza, Tartsa! Várj, ez lassan! Én, aki a kufferját nyomja vissza, Tartsa! Úgy? Esküszöm! Hogy a mellettem térdeplő! Nagy durva fúróval rendelkezünk! Embert szeretem! Na hát kérlek, kedves ifjú pár, megáldalak benneteket. A reggelitek legyen a friss levegő, az ebédetek a felszáradt harmat. Estére megtérjetek be a kocsmába, jó? És igyatok sört, bort, meg pálinkát. Ezt kívánom nektek. És utána menjetek haza, ott szaporodjatok, mint a csicsóka. Csókoljátok meg egymást! Kedves vendégeim, eladó a menyasszony! Oh,
Hiszen tudjuk, hogy varrás az, hogy jövő ilyenkor már a bölcsőt rengesse, az még egy picit ráér. Most inkább a párja forgassa, pörgesse. Köszönöm,